2010-ben indult el a kezdeményezés, amely hatására 2011-ben már 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze, és az azokból őrölt lisztből sütötték meg az országos augusztus 20-ai ünnepi kenyereket és cipókat. Az idei évben 14. alkalommal gyűjtjük a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programban a búzaadományt, és természetesen most már nem csak búzaadományt gyűjtünk, hanem pénzadományt is, amit a Magyarok Kenyere Alapítvány részére lehet átutalni. A Tolna vármegyei falugazdászok ebben nagy mértékben segítenek, hogyha adakozni vágyó gazdatársak hozzájuk fordulnak, akkor tudnak ebben segíteni. A Magyarok Kenyere programnak a lényege az összefogás és a karitatív tevékenység. Tavaly országosan, valamint a Kárpát-medencében mintegy 1000 tonna búzát gyűjtöttek össze a mezőgazdászok a Magyarok Kenyere program során. Tolna vármegyében összesen 4 gyűjtőpont található, amelyekre várják a gabona felajánlásokat. Szekszárdés térségét a Goldcan Kft., Paks térségét Hajdók Gábor gazdálkodó, Tamási térségét Csike György alelnök úr, és Dombovári térséget pedig a Róna Kft. Fedi le, hozzájuk lehet beszállítani az adományozott búzát. A gyűjtés augusztus 20-áig zajlik, eddig az időpontig várják a támogatásokat. Ezután a Dunaföldvári Malomba szállítjuk be a búzagyűjtőpontokról az összegyűlt gabonát, itt őrlik liszté, és majd az ősz folyamán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közreműködésével jut el ez a lisztadomány a Tolna vármegyei karitatív szervezeteknek, akik hátrányos helyzetű családok részére fogják szétosztani. A falugazdászok adnak tájékoztatást azoknak, akik csatlakozni szeretnének az idei karitatív akcióhoz.